Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Nem csalás, nem ámítás, megjött a tavasz. Azonban előbb egy szakadozott felhősáv érkezik majd az esti óráktól hazánk fölé, ám ez a holnapi nap fel is fog osztani felettünk. Ezt követően ismét megnövekszik majd a felhőzet, de a fátyol, illetve majd az alacsonyabb szinteken is, de ez már a szerdai nap margójára írhatjuk. Fokozatos melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcspontját várhatóan a szerdai csütörtöki nap éri el, ekkor több helyütt is 20 fokot mérhetünk majd. Pénteken egy hidegfront zárja le a korán jött hirtelen melegedést, azonban ez a hidegfront nem lesz markáns, csupán az történik majd, hogy az ilyenkor szokásos köré hüll a levegő. De nézzük is meg a légköri helyzetet. Ahogy láthatjátok, délnyugat felől egyre inkább enyhébb légtömegek áramlanak kontinensünk, illetve majd a Kárpát-medence fölé is. Ennek hatására tehát a zonalitás, tehát a nyugat-keleti áramlás egyre inkább felerősödik, és ez itt tőlünk északra egy futószalagon termeli majd a frontokat is, amelyből majd a pénteki lesz egy markánsabb, ami egyelőre még csak itt az Atlanti-óceán térségében jár. Az előttünk álló éjszaka viszont az ország nyugati és keleti részén lesz több a felhő, itt általában 0 fok felett alakul majd a minimum hőmérséklet is, általában 1 és plusz 6 fokot mérhetünk majd a hajnali órákban. Azonban a középső ország részben vékonyabb lesz a felhőtakaró, sőt derült területek is előfordulhatnak majd, itt tehát jó eséllyel fagypont alakul majd a hőmérséklet. A leghidegebb a főváros térségében, illetve az északi völgyekben lesz, általában ilyen mínusz 2-4 fokig hűl le a levegő. Csapadékra nem kell számítani, illetve északnyugaton néhol kisebb záporeső előfordulhat majd, ugyanis itt lesz vastagabb a felhőzet. A holnapi nap folyamán, ahogy említettem, északnyugaton lévő vastagabb frontális felhőzet egyre inkább az ország közepe felé húzódik, de fokozatosan szakadozik, illetve fel is oszlik majd, tehát a gomoly felhők nagy része a délutáni koraesti órákra feloszlik majd, ám nyugat felől egy újabb frontális felhősáv érkezik, először magasabb, majd az alacsonyabb szinteken is. A hőmérsékleteket nézve abszolút jó időre készülhetünk, általában 10 és 15 fok közé melegszik majd fel a levegő a legmelegebb órákra. Főként itt a középső ország részben mérhetünk 15 fokhoz nagyon közeli értékeket. A következő napokban egyre inkább erősödik a nappali felmelegedés mértéke. Szerdán az országnak a keleti részén több lesz a felhő, itt szorványosan eső zápor is kialakulhat majd, azonban a nyugati részeken gomoly felhők zavarják csupán a napsütést, és itt általában 17-20 fok közé is felmelegedhet a levegő. Csütörtökön még egy lapáttal ráteszünk erre, tehát a délnyugati ország részben akár a 21 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet, és mindenütt általában inkább 20-hoz közel, mint 15 alatt alakul majd a legmagasabb nappali hőmérséklet, és ahogy már említettem, pénteken egy hidegfront érkezik, zárja ezt a szokásosnál melegebb időszakot. Eleinte az északi, északnyugati részeken fog majd a hidegfront megérkezni, felhőzet növekedéssel, többfelé csapadékkal. A csapadék inkább eső záporok formájában érkezik, és jelentős mennyiség nem várható. Azonban a déli megyékben még jócskán elérhetjük a 18, illetve 20 fokot is, tehát eleinte az északnyugati megyéket érintő hidegfront majd, a nap végére fokozatosan eléri majd a déli országrészt is. Hogyha megnézzük a valószínűségi térképeket, fönt a légnyomás látható, alól pedig az 1500 méteres hőmérséklet. Láthatjátok, hogy egy kis visszaesés a légnyomásban a front, azaz a ciklon hidegfront érkezését jelzi, amely sokkal látványosabb a hőmérséklet valószínűségi előrejelzésen, tehát itt egy nagy visszaesés látható, azonban ez 2 méterem, tehát ahol nekünk igazán fontos, nem okoz majd nagy lehűlést, csak annyi fog történni, hogy az ilyenkor szokásosra, tehát a nagyjából ilyen 8-13 fokos maximum hőmérsékletek köré hűl majd le a levegő ebben az időszakban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, a szokásos elérhetőségeken pedig keressetek bennünket, és élvezzétek ki a napsütést. Legyen szép napotok, sziasztok!